akinek erősíte szelíd jósága és szeplőtelen biztosága minden idők magyarjának örök eszményképe. Bátaszéken, mint ahogy már megszokhattuk, a Nagy Boldogasszony templomban ünnepi szentmisét tartottak a keresztény államalapítás alkalmából, amire megtelt a település jelképének számító építmény. A mindenható és irgalmas Isten áldja meg és szentelje meg ezen kenyereket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Az augusztus 20-ai ünnepnek ma is fontos eleme a kenyéráldás. Bátaszéken is készültek erre a hagyománynak számító eseményre. A Kürtösi Krisztián által celebrált misét követően Fekete Zoltán református lelkésszel együtt megszentelték, megáldották az oltár elé rakott helyiek által készített nemzeti színű szalaggal átkötött cipót. Majd Bozsolik Róbert, Bátaszék polgármesterének beszéle következett, aki kiemelte, a kenyér fontos jelkép, az élet jelképe. István királyra és a kezdetekre emlékezünk, mert azért is fontos, mert ezek az emlékek a nemzethez való kötődésünk része. Ezek ismeretlen nélkül nincs önismeret és nincs önbecsülés. Nélkülük nem tudjuk, hogy kik vagyunk, nem tudjuk, hogy mennyit érünk és hogy hová tartunk. Bozsolik Róbert elmondta, úgy tapasztalja, augusztus 20-án nem arra fókuszálunk, amire szerinte kellene. Szent István emberi nagyságára, erőfeszítéseire, aki bebizonyította, áldozatvállalás nélkül nincs építkezés. Magyarságunkat ezen a napon tudjuk igazán ünnepelni. Talán meg kéne emlékezni azokról, a nagy uralkodókról, de az egyszerű emberekről is, akiknek köszönhetően ma még Magyarország Európa szívében itt van, létezünk, élünk. Úgy gondolom, az elmúlt évszázadok során bebizonyította ez a nemzet, hogy sok tehetséges emberrel, tudomány, művészet, politika terén hozzájárult ahhoz, hogy ma egy modern Európáról beszélhetünk. És ennek az ünnepnek alapvetően erről kéne szólni, hogy megemlékezzünk mindazokról, akiknek köszönhetően még ma is itt élünk Európa szívével. Werner Mihály a település korábbi polgármestere szelte fel a megáldott kenyeret, amit később szétosztottak a megjelentek között.